Változatos programokkal telt az új év első napja itthon. Sokan kirándultak a szép időben, vagy próbáltak sportolni a nagy evések után. Szegeden vitorlázással indították 2021-et, Orfűn pedig a legbátrabbak jeges csobbanással frissültek fel, persze betartva minden járványügyi előírást. Sétával kezdte a fővárosban délelőtt az új évet Sándor férjén és párja Gábor. Kérsz rá egy kis tejfal? Egy keveset, köszönöm. Az ebéd korhelyleves volt, és a szilveszteri menüből megmaradt fánk és pogácsa. A koronavírus járvány miatt most nem a megszokott módon ünnepelték meg az új évet, de az éjféli pezsgő és a hagyományos menü így sem maradt el. Nagyon vártuk már a reggelt, és örültünk, hogy napsütéssel indult a nap. Ki is használtuk, elmentünk sétálni, kirándulni egy kicsit, és ebédre pedig a tegnapi finom vacsorából maradékot ettük meg. Orfűn idén a járvány miatt nem szervezték meg a most már több mint 10 éve hagyományos jeges csobbanást, a helyiek azonban mégis megmártóznak a hidegtóban, természetesen a járványügyi előírásokat betartva. Tavalyi évben, ha jól tudom, akkor már majdnem 200 körüli létszám úszott, ami azért is érdekes, mert ugye hát várni kell arra, hogy az ember bekerüljön a vízbe, tehát ebbe a 0 fokos hőmérsékletbe a parton állni fél óráig, az sem egy kellemes érzés, de aztán mégis azt mondom, hogy kellemes érzés, mert a tömeg, a társaság, az emberek, a természet szeretete, akik úgy gondolják, hogy itt a helyük a természetben az év első napján, az mégiscsak melegséget ad az embereknek. Ez pedig már Szeged, ahol új év napján is vízre szálltak a Szegedi Tiszavirág Sportegyesület tagjai. A városban már 15 éve hagyomány a január 1-jei közös hajózás. Van az a mondás, hogy amit az év első napján csinál az ember, az fogja sűrűn az év során. Mi reménykedünk abban, hogy ennek a mondásnak van valóságtartalma, úgyhogy 15 éve rendszeresen az új év első napján vízre szállunk, kajakkal, kenuval, vitorlással, a legkülönbözőbb kinek milyen vízi járműben van, és reménykedünk abban, hogy valósan ekként telik az új év. A hajók László Boldizsár operaénekes és az Argenteusz vegyeskar előadására szinkronban igyekeztek közlekedni a vízen. Az érzés, hogy egy tiszta lappal indul egy év, ahhoz ez a dal nagyon illik, mert nagyon pozitív a kicsengése is. És az, hogy a sporttal indítani ezt az évet, az megint egy jó üzenet szerintem mindenki számára. Ennél többet egy ilyen dal nem tud üzenni, és ennek a lényege az ebbe rejlik. Az új év első napjához több babona és hiedelem is kötődik. Van, amelyik szerint, ha ilyenkor szép az idő, akkor jó esztendő lesz. Ez alapján okkal lehet bízni egy a 2020-asnál jobb évre.